ez volt. Petra, hogy a... Edith, azt mondja, csinálj már róla képet a kertről. Jól mondom, hogy ha jól sikerül, akkor igen. Most már nem borul, az csak ki lett próbálva velem. Jaj, de jó a habos sütemény, magyaró van az ültetején. Két csobolyó gönyédze, ha lehet pöcörgősi, három csipet ciháta. Az elkészítés módja. A nyers rajtlit fertályórát posvasztjuk, míg csurmot nem enged. Ha szépen hröttyen, kipicskázunk. A nyesedékből apró csulmákat szúrunk, ezek kerülnek majd a kosadba. Közben a pocadékot megcsentjük, tecs, a rajtlit pedig hagyjuk slottyanni. Tüttyölni csak akkor kezdjük, ha már jó vatyálós. A pesét lesolyvasztjuk, aztán már csak tötyengetjük, mert hamar odakap, ahova nem szeretnénk. Persze akadhatnak olyanok, akiknek már odakapott. Ez nehéz étel. Nekik ajánljuk a rőt, kercét, rücskölt, fittyes tekert, vakartat. És hozzászólások? Hozzászólások. Bár egy kis kiegészítéssel készítem, én egy kicsit anfrászolom a nejpeszét, és beflisszolom a stupekolást. Hogy tudtam én ezt elolvasni? Ősi magyar recept. Következő hozzászólás. Én kipróbáltam, nem rossz, de igazából úgy finom, a tálaláskor friss pörpölyét reszelünk a tetejére, és hirtelen megrántjuk, majd oda tesszük. Ha ott sincs jó helyen, akkor a sütőbe 2 percre, hogy összetespedjen. Egy
hölgy hozzászóló. Így a legvégén már csak rá kell recsenteni, kicsit hűteni, majd mehet a laska sírítőre. A kesét, mint már mindenki tudja, az a hagyma, lesolyvasztjuk, vagyis letirítjuk, a ratylit, krumplit kipicskázzuk, vagyis kikeverjük. A két csobolyó gönyézdével, vagyis a lisztel, és három csipet cihátával sóval. Trüttyölni, ugye mindenki tudja, hogy az azt jelenti, hogy keverni, csak akkor kell, ha már vanyálós, vagyis nyúlós. Apró csulmákat, gombócokat gyúrunk belőle, és a pesés pocadékos hagymásztalonnál zsírba, ropogosra pirítjuk, tejföllel tálaljuk. Ez ganca, nem? Ez ganca, igen.